Köszöntöm kedves nézőinket! Hetente jelentkezünk hírösszefoglalónkkal, melyben beszámolunk a héten történő legfontosabb eseményekről. A részletes riportokat, beszámolókat megtalálják a város honlapján, Facebook oldalán és YouTube csatornánkon. Hírösszefoglalónkhoz jó szórakozást kívánok! Pomász polgármestere továbbra is Leidinger István marad. Könnyebb lesz a munka az elmúlt a téveszt képest, vagy nehezebb, vagy... Mert nem mindegy. A választáson Pomázon három társadalmi szervezet indult, és három társadalmi szervezet indított polgármester jelöltet. Én voltam a negyedik, tehát én függetlenként jöttem. Az egyik társadalmi szervezet közösen akar dolgozni a városért, a másik társadalmi szervezet szereti Pomászt, a harmadik meg rendbe akarja tenni Pomászt. Hát akkor ezek szerint itt a akkor nagyszerű alkalom, problémák nem lehetnek. Én kérek egy kávét, és akkor haladjunk és csináljuk. Nagyon sok feladat van. A hírekből gondolom, hogy azért mindenki tapasztalja, látja, hogy nem lesz egyszerű az elkövetkező néhány év. Tehát már ugye most beszélnek megszorításokról, ami önkormányzatokat is érinti. Tehát itt örülök neki, hogy azért tudtunk úgy tartalékolni pénzeket, hogy most is talán 1,3 milliárd forint van még a bankszámlánkon, hát ebből természetesen ki kell majd fizetni a most induló Meseli a hegy oldal csapadékvíz elvezetésének a beruházását, a tűzoltóság energetikai korszerűsítését, működtetni kell az intézményrendszer, tehát megvan a helye, ugye a képviselőtestület a költségvetésbe szétosztott ezt a pénzt, de van. Ugye ez ez azért nem mindegy. Hát meg ez volt az, amikor 5 évvel ezelőtt a választást megnyertük, hogy nagy terveink voltak, aztán kiderült, hogy üres a kassa, de olyan szinten üres a kassa, hogy fizikailag nincs benne pénz. Hát kifizetlen számlát találtam benne, nem pénzt, és akkor hát először azokat a kifizetlen számlákat kellett rendezni. Na most ez a probléma nem áll fönt, mert szállítói tartozása nincs az önkormányzatnak, hitele nincs az önkormányzatnak. Most kell jól kitalálni, hogy akkor hogyan tudunk egy városfejlesztést, városépítést csinálni, és lehet, hogy egy picit most előre kiabálok dolgokat, ugye sokan mondták, hogy nem tettem közzé programot. Hát egyrészt azért, mert nekem van egy gazdasági programom, amit a képviselőtestület elfogadott, ez szeptember 30-áig él. Tehát gyakorlatilag ott vannak leírva, amit csinálunk. A másik dolog, hogy kell egy új gazdasági programot csinálni természetesen az elkövetkező 5 évre, és hát azért itt olyan fontos dolgokat kell a képviselőtestületnek eldönteni, hogy most egy lassú fejlődést akarunk Pomázon megvalósítani, vagy egy nagyobb léptékű fejlesztést akarunk megcsinálni, tehát merünk egy kicsit bátrabbak lenni. Tehát most már az anyagi hátterünk az stabil, most már tudunk tárgyalni külső finanszírozásról a pénzintézetekkel, hogy tehát nagyon egyszerűen fogalmazva, és most beszélhetünk intézményrendszerről, beszélhetünk utakról, közérzetjavító beruházásokról, parkokról, teljesen mindegy, de el kell felejtenünk azt a világot, hogy ingyen pénzből csinálunk majd valamit. Majd jönnek ilyen pályázatok, olyan pályázatok. Természetesen, ha lesznek pályázatok, élni kell vele, pályázni kell vele. Most hozzáteszem, hál' Istennek 2 olyan pályázatunk, amiről azt hittük, hogy ez uniós pályázat mind a kettő, amiről azt hittük, hogy elutasításra került forrás hiány miatt, most úgy néz ki, hogy mégse került elutasításra, és lehet, hogy ebben még akár óvodát is tudunk felújítani belőle, meg utat is tudunk építeni belőle, de igazából most már áll olyan szinten az önkormányzat, hogy nem kell ezekre az ingyen pénzekre várni, hanem azt mondjuk, hogy egy gyors fejlesztést akarunk csinálni, akkor el kell dönteni, hogy akkor most mi csinálunk, hogy évente 100 millió forintot mondjuk ráköltünk az utaknak a
építésére, és akkor földútból csinálunk burkolt utat járdából, vagy járhatatlan járdából csinálunk járható utat, és 10 évig végezzük ezt a feladatot, és 10 év alatt mondjuk megújítjuk az összes utunkat Pomázon, vagy pedig azt mondjuk, hogy igénybe veszünk külső finanszírozást, 10 évig fizetjük mondjuk a kamatokat, meg a kölcsönnek a törlesztő részletét, és egyszerre megcsináljuk az egészet. Tehát ezt el kell dönteni, hogy ezt a képviselőtestület fogja ezt majd megszavazni. Erről majd később egy kicsit majd. Akkor meg is tervek vannak, tehát hogyne. Tehát aggodalomra semmi ok, mert akkor az egyfajta folyamat, ami elkezdődött Pomázon, akkor úgy tűnik, hogy ez a szándék megvan rá, hogy folytatódjék. Így van. Hát is az a lényeg, hogy a lakosságnak jobb legyen. Hát mondjuk ezt talán az elmúlt 5 év azért ezt igazolta, hogy az önkormányzatnak azért nem közömbös a városi lakosság, tehát erre azért vannak utaló jelek. Talán ezért van az önkormányzat, és nem fordítva. Igen, úgy gondolom én is, és azért el tudtunk kezdeni olyan fejlesztést is, ami nagy küzdelem volt, és meg kellett találni azt a kis joghézakot, hogy tudunk hozzányúlni mondjuk egy főutcai járdához, amikor semmi közünk hozzá is nem a miénk, de meg kellene csinálni. Igen, ez sem az egyszerűbb feladatok. Ez sem az egyszerűbb feladatok. Hát én nagyon szépen köszönöm, még egyszer gratulálok az újraválasztáshoz, és akkor egy legalább hasonló 5 évet, hanem vagy esetleg egy kicsit jobbat. Ez az 5 év, ez nem volt 5 év, azért azt tisztázzuk, mert ebből az 5 évből az első néhány hónap az azzal ment el, hogy főbe akartam lőni magam, meg kimenni az ajtón, mert mondom, hogy úristen, mit vettünk át. Utána itt 2 évig a Covid-dal küzdöttünk, utána pedig az alapozásokat tudtuk elkezdeni, tehát ez egy jó szűkített 5 év volt, csak szerintem 3 év volt az, amikor már érdemben tudtunk olyan feladatokra koncentrálni, ami az önkormányzatnak a feladata, elsődleges feladata. Inkább kívánjuk azt, hogy most ne legyenek olyan önkormányzatokat sújtó negatív intézkedések, külső tényezők, világjárványok, amik egy elgondolt fejlesztési folyamatot gátolni tudnak, vagy késleltetni tudnak. Hát legyen így. Legyen így. Kívánok sok sikert és eredményes munkát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ötvenedik szülinapját ünnepelte a Hétszín Virágovoda. Fél évszázad jelentős mérföldkő egy intézmény életében is, 1974 tavaszán fogadott először gyermekeket a Hétszínvilág óvoda, ami azóta is folyamatosan bővült, szépült. Mondta Boyer Mónika, a pomázi Hétszínvilág óvoda bölcsöde intézményvezetője az ünnepségem. A rendezvényen köszöntötték az óvoda egykori és mostani vezetőit. Születésnapi köszöntőt mondott Leidinger István polgármester, aki felolvasta az óvoda 50 évvel ezelőtti avatóbeszédét is. Az ünnepség megnézhető a Pomáz online YouTube csatornán. De az óvoda megépült, és erről így számolt be az 1973. november 25-i Pest megyei hírlap. Tegnap délelőtt ünnepélyesen adták át Pomáz új óvodáját. A község munkáslakta részén Újpesten, Újtelepen elkészült épület alapkövét 7 hónappal ezelőtt felszabadulásunk ünnepén április 4-én rakták le. Az ezt követő társadalmi összefogásban pénzzel, munkával egyaránt részt vettek a műszakjárót értékesítő vállalat, az Írószer Szövetkezet, a Házipari Szövetkezet, a Lakatosipari KTS, a Dunakanyar Vízgazdálkodási Társulat, a Fatömegcik KTS, a Tüzép, valamint természetesen több száz munkaórával a lakosság, az új óvodára váró gyermekek szülei. Jóga maraton a PMHK-ban.
Június 22-én szombaton 9 órától jóga maraton lesz a PMHK-ban, a belépés díjtalan. Nyári diákmunka 2024. A Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalok megvalósításával, nyári diákmunka 2024 elnevezéssel munkaerőpiaci program indul. A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanuló diákok. A részletes feltételeket megtalálják a város honlapján. Ágdarálási szolgáltatás a Pomász Kft-nél. A Pomász Kft. Tájékoztatja Önöket, hogy ágdarálási szolgáltatásuk rövid határidővel elérhető. Az ágdarálás során keletkezett zöld hulladék elszállítását is vállalják. Szolgáltatásuk előnyei, gyors és megbízható kivitelezés, versenyképes árak. További információkért és megrendelésért kérjük, lépjen kapcsolatba velük a feliratban látható elérhetőségeken. Mammográfiás emlőszűrési lehetőség Pomázon. Július 22-e és 25-e között a PMHK parkolójában van lehetőség mammográfiás emlőszűrésre. Pomázváros napja 2024. A szeptember 21-én szombaton megrendezésre kerülő Pomáznapi rendezvényről szeretnénk részletes tájékoztatást adni Önöknek. A rendezvényt idén is a Művelődési Házban és környékén tartják meg. A rendezvényen műsorokkal, játszóházzal, kézműves vásárral, büfével várják az érdeklődőket. Az előző évekhez hasonlóan a pomázi civil szervezetek és közösségek számára a város az idén is biztosítja a sátrakat. A jelentkezési lap a város és a PMHK honlapján található meg. Június 22-én szombaton nyári napfordulós ünnepség lesz a Klissza-dombon. Közreműködik a Pekulár együttes, valamint a Kevélytánc együttes. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak egy tányér gulyás levesre. Az estét tűzzel és énekléssel zárják. Szeretettel vár mindenkit a Honalapítás Emlékmű Egyesülete. Metamorfózis, Sali Németh Mária fotókiállításának megnyitója. Június 24-én hétfőn 18 órakor lesz a megnyitó a kastélyban. Megnyitja Bán Blanka, művészettörténész. Közreműködik Borbély Mihály, Kossuth és Liszt Ferenc díjas klarinét és szakszofon művész. Sali Németh Mária művésszel készült beszélgetésünk megtekinthető YouTube csatornánkon. A Pomázi Polgár legfrissebb száma letölthető a város honlapjáról. Ingyenessé vált a házi jelzőrendszeres segítségnyújtás Pomázon. Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Szociális Szolgáltatási Központ által nyújtott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás június első napjától ingyenessé vált. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál a Szociális Szolgáltatási Központ fenntart egy, a nap 24 órájában működő ügyeleti rendszert. Szakképzett gondozók jelzés esetén kimennek az idős ember lakhelyére, azonnal szakszerű segítséget nyújtanak, szükség esetén mentőt vagy orvost is hívnak. Ezen kívül értesítik a megadott hozzátartozókat is természetesen. Érdeklődni a feliraton látható elérhetőségek egyikén lehet. Köszönjük kedves nézőink figyelmét! E heti adásunkban is igyekeztünk beszámolni a héten történő legfontosabb eseményekről. A részletes riportokat, beszámolókat megtekinthetik a város honlapján, Facebook oldalán és YouTube csatornánkon. Magam és a stábunk nevében kellemes hetet kívánok minden kedves pomázinak. Viszontlátásra!